Az elmúlt héten jelentek meg az első influenzás betegek Topolyán. A tapasztalatok alapján az egészségházakban január legvégén, február elején számítanak a járvány tényleges elterjedésére. Itt a Dr. Hadzsi János egészségházban Topolyán egyelőre kevés beteg jelentkezett influenzás tünetekkel. Az orvosok szerint a betegség most van felfutóban. Az influenzáról persze mindenki hallott már. Többen a védőoltás helyett a házi praktikákra esküsznek, hogy elkerüljék a kellemetlen járványt. Homolya Csilla például a C-vitamin és a savanyú káposzta immunerősítő hatásában bízik. Szerintem van benne valami, vagy nem járok olyan közegben, olyan emberek közé, ahol ahol összeszorulnak többen a levegőztetett helyeken inkább. A topolyai rendelőkben és a község falvaiban is elérhető a járvány elleni oltóanyag. Még az ősz folyamán az egészségház 1000 adag szezonális influenza elleni védőoltást kapott. Ebből mintegy 800 dózist már fel is használtak. Én nem szoktam felvenni, mert én úgy szoktam a szervezetemet fölkészíteni télire, hogy futok. Tehát minden másnap van filúrás futás, és akkor így kibekkeljük az influenzát. Az orvosok szerint ajánlott, hogy beoltassuk magunkat. A három komponenses védőoltás felvételének fontosságát elsősorban a 65 évnél idősebb személyek, krónikus betegek, terhes nők és gyerekek esetében hangsúlyozzák. Mi ezt mindig ajánljuk, különösen a krónikus betegeknek. Tapasztalatunk az, hogy aki fölveszi a vakcinát, az vagy nem kapja meg a betegséget, vagy ha esetleg megkapja, akkor enyhébb formában jelentkezik. Mi magunk is tehetünk azért, hogy elkerüljük az influenzát. Rendszeres kézmosással, tudatos immunerősítéssel, eldobható papírzsebkendő használatával például csökkenthetjük a kockázatot. Ha pedig mégis észleljük magunkon a tipikus tüneteket, mi hamarabb forduljunk az orvosunkhoz.